A legtöbbet azt fénykép után készítettem, illetve van olyan jó lehetőség ma már, hogy az interneten nagyon sok ilyen oktató videó van, és az alapján tudunk valamit festeni, illetve festőtáborba is el lehet menni, és ott tényleg igazi profiktól lehet elsajátítani az egyes technikákat. Hallottam erről az egyesületről, és akkor megkérdeztem, hogy nem lehetnék-e tagja. Egyébként meg, mivel óvónő vagyok, az ábrázolás meg a kézműves dolgok közel állnak hozzám, úgyhogy ezt így egyikből következett a másik. Olajfestés, de ez a technika, illetve próbálkoztam még a porpasztellel is, az is van itt egy képem, de a legjobban ez az olajfestéssel való festés jött be nekem. Idővel nem lehet behatárolni, mert nem egyszerre, nyilván nem egyszerre festem meg, hanem többször egy-két órát leülök, de a festőtáborokból kiindulva, mert ugye ott behatárolt idők vannak egy nap alatt, de egy szép képet meg lehet festeni, de akkor az egy 12 órát azért ott üldögész, és az nagyon fárasztó fizikailag is, meg szellemileg is. Még olyan kevés képen van, hogy gyakorlatilag itt van szinte az összes képen, amit elajándékoztam, az nincs itt. Úgyhogy megmutattam most idáig az eddig a munkásságomat. Nagyon jó kikapcsol, és maga az alkotás is nagy örömöt ad, és a végén az eredmény is mindig egy nagyon plusz, pozitív, jó érzés. Mindig visszanézni rá, az mindig egy jó érzést ad.